Fa megmunkálására alkalmas, korszerű eszközök kaptak helyet ebben a leveleki üzemben. Szomszédságában betonelemgyár épült. A december elején átadott épületekben többek között különböző formájú térköveket és raklapokat állítanak elő. A termékeket eladásra szánják, így az önkormányzat nem csak a közfoglalkoztatás értékteremtését, hanem a helyi gazdaság erősítését is segíti. A 41-es főút egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb kereszteződése is megújult 2021-ben leveleken, helyére egy könnyen átlátható, biztonságos körforgalmat építettek. A község idén egy impozáns, 125 férő helyes óvodával is gazdagodott. Aktív volt ez az év, eseménydús, három nagy beruházás sikerült befejeznünk. Átadásra került az új ötcsoportos óvodánk, illetve a körforgalmi csomópontunk, és idei évben sikerült létrehoznunk a betonelemgyártó és asztalos ipari üzemet, amely a harmadik nagy befejezett projektje lett idén Levelek Nagyközség önkormányzatának. Már elkezdték a leveleki piac korszerűsítését, új standokkal és kiszolgáló egységekkel bővítik a területet. A ravatalozó felújítására a Magyar Falu programban nyert forrást az önkormányzat, itt 2022 első felében kezdődnek meg a munkálatok. Szintén az állam támogatta több kisebb utca rekonstrukcióját, amely program a jövő évben is folytatódik, de a tervek között szerepel egy külterületi út felújítása is. Belügyminisztériumi forrásból sikerült megvalósítani az ifjúságút felújítását, illetve saját önkormányzati költségvetési forrásból a Dohánykert sportutca aszfalt burkolatát újítottuk föl, és hát tervezzük és folyamatban van a támogatás megítélése a leveleket Nyíri Bronnyal összekötő útszakasznak a felújítása, illetve hát a település fontos tervei közé tartozik az utak, a patkáknak a további rendezése, a csapadékvíz elvezetés korszerű megoldása, a településképnek a fejlesztése, a szolgáltatásoknak a javítása. A település vezetése mellett büszke arra, hogy a turizmus idén újra fellendült. A leveleki tó és az azt övező üdülők idén nyáron újra megteltek vendégekkel. Ehhez nagyban hozzájárultak a különböző országos és nemzetközi sportesemények is. A település már harmadszor adott otthont Európa és világbajnoki jetski futamnak, az extrém vízisport legjobbjai pedig várhatóan 2022-ben is visszatérnek a szabolcsi településre.